remélem mindenkinek íz lett az ebéd, és mindenki előtte is és utána is megmosta a kezét. Ehhez kapcsolódik az előadásom, ugye a tisztaságról fogok beszélni. A tisztaság elve a védikus irodalom tanításai szerint. Hogyha a tisztaságról beszélünk, a tisztaságról gondolkodunk, akkor könnyen ráébredhetünk arra, hogy a tisztaságnak nagyon fontos szerepe van az életünkben. Akár a saját érdekeinket tartjuk szem előtt, akár mások érdekeit is figyelembe veszünk. Hogyha a saját érdekeinket vizsgáljuk meg, például nem mindegy, hogy megmossuk-e a kezünket evés előtt, vagy sem. Ugye, ha nem mossuk meg a kezünket, számos különböző baktériummal fertőzhetjük meg magunkat. Az sem mindegy, például, hogy milyen koszos vagy tiszta ruhában jelenik meg egy állásinterjú, ennek is komoly hatásai lehetnek a jövőnkre. Az sem mindegy, hogy milyen rendszeresen takarítunk otthon, ahogy ez kiderül a híres Furcsa pár című film néhány jelenetéből. De az sem mindegy, hogy elviszi-e az utcánkból a közterület fenntartó vállalat a szemetet. Láthatjuk, hogy ennek is komoly hatása lehet az életünkre. Ugye az Olaszországban történt meg, hogy nem vitték el a szemetet az utcából, és így felhalmozódott. Hogyha kiterjesztjük a nézőpontunkat, és mások érdekeit is figyelembe vesszük, szűkebb, tágabb környezetünk, a társadalom, az emberiség érdekeit is szem előtt tartjuk, akkor is fontos szerepe van a tisztaságnak, sőt, akár beszélhetünk a tisztaság jelentőségéről, nem csak az emberiség, hanem más fajok, élőlény közösségek, sőt az egész világ, élővilág, bioszféra szempontjából is fontos jelentősége van a tisztaságnak. Nem mindegy, hogy mi történik a szeméttelepeken felhalmozódó óriási mennyiségű szeméttel. Nem elhanyagolható kérdés, hogy a helyi és globális szinten zajló az élővilág életkörülmények mindegyik elemét komolyan érintő környezetszennyezésnek milyen hatásai vannak a jelenben, vagy lesznek a jövőben. Tehát láthatjuk, hogy nem csak a saját érdekeinket szem előtt tartva, hanem az egész élővilág szempontjával is nagy jelentősége van a tisztaságnak. Beszélhetünk tehát a testünk és a környezetünk tisztaságáról egy szinten, de ugyanakkor fontos az is, hogy a tisztaságnak van egy finomabb aspektusa, tehát a gondolataink, a vágyaink, a szándékaink is lehetnek tiszták vagy szennyezettek. Tehát így mondom, beszélhetünk a szívünknek a tisztaságáról is, hogy a költő szavaival élje. Nem mindegy, hogy mit olvasunk, mit hallgatunk, milyen közösségbe járunk, ugye ezek mind befolyásolják a vágyainkat, a gondolatainkat, és hatással vannak ránk. Ezzel a néhány képpel szerettem volna bemutatni, hogy a tisztaságnak a saját érdekeinket figyelembe véve is, mások érdekeit figyelembe véve is nagy jelentősége van, illetve fizikai szinten is fontos, illetve a finomabb, az elmének a szintjén is. Emellett beszélhetünk még a tisztaságnak a jelentőségéről spirituális szempontból is, tehát a tisztaság elősegíti azt, hogy felelevenítsük Istennel fennálló kapcsolatunkat. Tehát ebből a szempontból is nagy jelentősége van a tisztaságnak. Hogyha ilyen fontos a tisztaság, életünknek ilyen sok területére hatása van, akkor a tisztaság hiányának, a szennyezettségnek is nagy jelentősége van ebből következően, és nagyon sok problémás származik abból az emberek életében, hogyha nem tiszták, akármelyik szinten, fizikai szinten, vagy az elméjében, vagy spirituálisan. Ezek közül a problémák közül szeretnék egy néhányat előadásomban bemutatni, ami aztán ugye szemléltetni fogja, hogy nem csak, hogy milyen súlyos hatásai vannak a szennyezettségnek, hanem azt is, hogy a tisztaság milyen fontos. Az egyik ilyen problémakör, amiről beszélni szeretnék, nem más, mint a halálos kimenetelű gyermekkori betegségek óriási száma a világon. Sok szervezet, sok
egyén dolgozik ezen már évek, évtizedek óta, hogy próbálják csökkenteni ezeknek a gyermekkori betegségeknek az arányát. Közülük az egyik élharcos ebben a küzdelemben egy afrikai hölgy, aki Maliból származik, egy közép-afrikai országból, Miriam Sidibe. Ő azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezeknek a gyermekkori betegségeknek az arányát fogja csökkenteni a világon, és ebben a küzdelemben egy nagyon egyszerű eszközt választott, és ez nem más, mint a szappan. Ő PhD fokozatot is szerzett, a szappan használatából írta a doktori disszertációját, hogy annak milyen óriási hatása van ezekre a gyermekkori betegségekre, jelentősen tudja azoknak csökkenteni az előfordulási arányát. A két betegség, ami leggyakrabban előfordul, és ami nagyon sok esetben a gyermekek halálát okozza, a hasmenés és a tüdőgyulladás. Kutatásaiban kimutatta, hogy ez a szappannal történő kézmosás, ez a hasmenés, a hasmenésnek a gyakoriságát a világon a felére tudná csökkenteni. A légúti fertőzések, tehát többek között a tüdőgyulladások is a gyakoriságát az egyharmadával tudná csökkenteni. Emellett más betegségek gyakoriságát is tudja csökkenteni, az influenza, trahoma, SARS, kolera, ebola és további más betegségek gyakoriságát is. Pedig ugye milyen egyszerű dolgokról beszélünk. A szappannal történő kézmosáshoz nincs szükség sok mindenre, csak egy szappanra, egy kis vízre, mindenki könnyen el tudja végezni, ugye a szappan nem egy drága dolog, könnyen eljutatható bárhová a világon, és mégis ilyen komoly hatást tud kifejteni, jelentős mértékben tudja csökkenteni ezeknek a fertőző betegségeknek az arányát a gyermekek körében, de a felnőttek körében is. 6 millió gyermek életéről beszélünk, hogyha a statisztikai adatokat megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy ilyen típusú fertőzésekről évente 6 millió gyerek hal meg, illetve hát még több gyerek, hiszen ugye a szappannal történő kézmosás 6 millió gyermek életét tudná megmenteni. Pedig nem egy bonyolult dolog, és könnyen végrehajthatja mindenki. De hát mégis azt tapasztaljuk a világon, hogy az emberek nem mosnak kezet. Most szeretnék mindenkit arra kérni, hogy forduljon a mellettük felé, mosolyogjanak egymásra, és fogjanak kezet egymással. Köszönöm! Most szeretnék ehhez kapcsolódóan egy statisztikai adatot bemutatni. 5 emberből 4 nem mos kezet, mosdom aztán. Persze a jelenlévők mindig kivételek, de hogyha legközelebb valakivel az utcán találkozunk és kezet mosunk, akkor ennek érdemes a tudatában lennünk. Ez egy az egész világra vonatkozó statisztikai adat, vannak földrajzi különbségek persze, de mégis még a nyugati gazdagabb országokban is jellemző az, hogy nagyon sokan nem mosnak kezet, és hát ez a szegény országokra is jellemző. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem. Ezzel kapcsolatban is végzett felméréseket, kutatásokat Miriam Sidibe, és hát egyszerűen arra jutott, hogy az emberek nem tanulták meg ez gyermekkorukban, nem vált a szokásukká a kézmosás, és nagyon nehéz ebből az állapotból kimozdítani őket, nagyon nehéz új szokásokat megtanítani az embereknek úgy nagy tömegben. Erre szeretném én is felhívni a figyelmet. Ennek itt természetesen ugye Magyarországon is nagy jelentősége van, nem csak az afrikai országokban. Itt is vannak olyan betegségek, amelyek fertőző betegségek, és a kezünkön telepednek meg, és aztán ezt tovább tudjuk adni másoknak, vagy mi magunk betegszünk meg. Tehát érdemes követnünk ezt a szokást, nekünk is, itt Magyarországon, és hogy hogyan is kell pontosan kezet mosni, erről szeretnék egy rövid kis videóbejátszást mutatni. Mindenki azt gondolja, hogy ez olyan egyértelmű dolog,
De a videóból kiderül, hogy, a pontos, helyes kézmosás az nem is olyan egyértelmű és egyszerű. És ez pedig a tisztaság és a szexualitásnak a kapcsolata. Ez egy kicsit bonyolultabb témakör, mint az a kézmosás. Néhány gondolatot lehet ezzel kapcsolatban is. Ezért megbeszéljük. A védikus szentírások beszélnek a négy erről, amiről a mai konferenciánk is szól. Igazmondás, kegyesség, tisztaság és lemondás. Mindegyikkel kapcsolatban leírják a szentírások azt is, hogy melyik elvet, milyen szokások pusztítják el. A tisztasággal kapcsolatban azt írják, hogy a nem megfelelő módon gyakorolt szexualitás szünteti meg. Tehát egy egyértelmű kapcsolat van a szexualitás és a tisztaság között. Hogy mi is pontosan ez a nem megfelelő módon gyakorolt szexualitás, erről egy kicsit később fogunk beszélni. Nézzük meg előtte azt, hogy a különböző egészségügyi szervezetek mit mondanak erről. Ők is megfogalmaztak ezzel kapcsolatban egy állásfoglalást. 2000 májusában gyűltek össze Pánamerikai Egészségügyi Szervezet, Egészségügyi Világszervezet és a Szexológiai Világszervezetek a képviselői, és felsoroltak nagyon sok problémát a szexualitással kapcsolatban a világon, és ezeket a problémákat egy közös okra vezették vissza. Tehát mindegyik probléma egy közös okra vezethető vissza, amit a következőképpen fogalmaztak meg. Ez sem egy teljesen konkrét megfogalmazás. Azt mondja, hogy a mások jogai és a kockázati tényezőket figyelmen kívül hagyó, felelőtlen módon gyakorolt szexualitás. Ugye egy, kettő, három elemből áll ez a meghatározás, mások jogait, kockázati tényezőket figyelmen kívül hagyó és felelőtlen módon gyakorolt szexualitás. Ez az, ami ezen szervezetek szerint nem megfelelő, és azt a sok problémát okozza, amit ők felsoroltak a listáinkon. Ezek közül a problémák közül én kettőt választottam ki, amelyek szorosan kapcsolódnak a tisztasághoz. Az egyik a nemi úton terjedő fertőzések és megbetegedések, a másik pedig a nem kívánt terhességnek a probléma köre. Mindegyikkel kapcsolatban áttekintünk néhány gondolatot. A nemi úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatban felmerül a biztonságos szexnek a fogalma, vagy kérdése. Ugye akkor neveznénk a szexet biztonságosnak, hogyha nem kapunk közben nemi úton terjedő fertőzéseket. De hát ez hogy lehetséges? Itt egy másik szervezetre szeretnék hivatkozni, Center for Disease Control, CDC. Ez egy amerikai állami szervezet, aminek az a célja, hogy az Egyesült Államokban megakadályozza a különböző fertőző betegségeknek a terjedését, a nemi úton terjedő fertőzéseket is. És ők azt határozták meg, hogy a biztonságos szex az nem más, mint
tartózkodás a szexuális kontaktustól. Ez az egyik lehetőség. De emellett még egy másik lehetőséget is adtak az embereknek. Hosszú távú, kölcsönösen monogám kapcsolat olyan partnerrel, akiről tudjuk, hogy nem fertőzött. Ez a szervezet tehát azt mondja, hogy ez a két lehetőségünk van, más módon nem biztonságos. Valamilyen esély van mindig arra, hogy nemi úton terjedő fertőzést kapjunk. És most szeretném bemutatni a védikus irodalom által megfogalmazott meghatározás. A nem megfelelő módon gyakorolt szexualitás a házasság előtti vagy házasságon kívüli és nem a gyermeknemzés szolgáló nemi élet. Tehát a védikus szentírások ezt mondják ki. Nagyon hasonlít ez a meghatározás ahhoz, amit ez az amerikai szervezet is megfogalmazott. Ugye azzal egészül még ki, hogy a házasságon belül is csak gyermeknemzés céljára szabad nem életet élni. Ennek inkább spirituális oka van, nem is a nemi úton terjedő fertőzéseknek a elkerülése. És ezekről a spirituális, lelki okokról majd az előadáson vége felé lesz még szó. Felmerülhet az a ér, hogyha valaki védekezik, ószert vagy másfajta módszert használ ezek ellen a fertőzések ellen, akkor védetté válik. Hát az a rossz hír sajnos, hogy ez sem védi ki ezeket a fertőzéseket, valamilyen mértékben megmarad az esély. Tehát igazából a kockázatot csak egy bizonyos szinten csökkenti, de ugyanúgy megvan az esély arra, hogy az ember ilyen fertőzéseket kapjon, különösen a humán papilloma vírus ellen jelent gyenge védelmet. Az nagyon könnyedén terjed, gyakorlatilag bőr érintkezés útján. Tulajdonképpen ezt az orosz rulethez lehet hasonlítani. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk ószerrel végzett szexuális kontaktus, az biztonságos, az ugyanazt jelenti, mint hogyha azt mondanánk, hogy az orosz rulett biztonságos. Ugye az orosz rulett az arról szól, hogy van egy pisztoly, aminek ugye van egy tára, abban 6 darab történt lehet beletenni, és akkor úgy történik ez a játék, ha nevezhetjük egyáltalán a játéknak, hogy beleraknak egy darab történt, megpörgetik a tárát, bezárják, és aztán a fejükre lőnek a részvevők, és hogyha szerencséjük van, akkor nem ért véget a játék még számukra. Ha 6 golyó van benne, vagy 6 hely van benne, és egy golyót tettek bele, akkor mondjuk 17% esélyük van arra, hogy fejbe lőjük magukat. Ugye két fél játsza, az egyik is lő egyet, a másik is a helyéhez tartja és lő egyet, és akkor ha túlérték, akkor jön a következő kör, akkor ott már 2 töltényt raknak bele, tehát úgy már a esély 33%-ra növekedik, és így folytatódik egészen addig, mint végül valaki fejre emeli magát. Na most az első körben csak 14% esély volt, a második körben 33% esély volt, a harmadik körben már 50% esély van arra, hogy halálos kimenetelő legyen a játék. És akkor azt mondhatjuk, hogy az első kör az biztonságosabb, mint a második. Hiszen ugye kisebb esély van arra, hogy fejbe lőjük magunkat. De azt nem mondanánk rá, hogy biztonságos. Ugye? Tehát attól még, hogy kisebb az esély, nem mondanák rá biztonságos, hát ugyanez az analógia alkalmazható az ószerrel végzett nem életre is, hiszen ott csak csökken az esélye a fertőző betegségek elkapására, de nem szűnik meg. És aztán látjuk majd, hogy nagyon súlyos következményekkel járnak ezek a betegségek, és nem érdemes végül is ezt kockáztatni. Néhány statisztikai adat ezekről a nemi úton terjedő fertőzésekről. A világon naponta több mint 1 millió ember szerez nemi úton terjedő fertőzést. Ez egy megdöbbentő adat. Tehát naponta 1 millió ember, az azt jelenti, hogy mondjuk Magyarország teljes lakossága ilyen tempóban 10 nap alatt megfertőződik ilyen betegségekkel.
Ők persze nem feltétlenül betegek, ezekre jellemző ezekre a nemi úton terjedő fertőzésekre, hogy az emberek megfertőződnek, és aztán ez a szervezetükben lappan. Aztán egy idő után megjelenhet a betegség. Az emberek nem is tudnak róla, hogy megfertőződtek, más embereket is megfertőznek az idő alatt. Négy kiemelkedően gyakori betegség, vagy kórokozó, chlamydia, gonorrea, szifilisz, trihomoniázis. 500 millió ember betegszik meg ezektől évente. Ez is egy döbbenetes adat. Nekem is az Egyesült Államokból sikerült több statisztikai adatot találnom. Ott például 70 millió embernek van nemi úton terjedő fertőzése. És hogyha a fiatalabb generációra vizsgáljuk meg ugyanezeket az adatokat, akkor azt látjuk, hogy 3,8 millió 10 éves fertőződik meg évente az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy 8 másodpercenként történik egy ilyen fertőzés ebben az országban. Az is egy nagyon érdekes és megdöbbentő adat, hogy a 20-25 éves fiatal felnőttek közül minden második megfertőződik. Tehát ha mondjuk megyünk az utcán, és látunk 20-25 év közötti fiatalokat, akkor ott tudhatjuk, hogy minden második, tehát az egyik fertőzött, az egyik fertőzött, a másik nem fertőzött. Tehát ez nagyon döbbenetes, hogy milyen sok ember hordozza magában ezeket a fertőzéseket, és aztán egy idő után ezek a fertőzések betegség formájában nyilvánulnak meg. Itt az előbb már négy kórokozót felsoroltam, de valójában 30 különböző kórokozó van, baktérium, vírusok, egyéb paraziták, amelyek nemi úton terjedő fertőzést okozhatnak, de ezek közül 8 kiemelt jelentőségű, azok fordulnak elő a leggyakrabban, már óriási járványok is bekövetkeztek a történelem során, amelyeket ezek okoztak, 4 gyógyítható ezek közül, ez ugyanaz, mint ami az előző diány szerepelt, ezeket baktériumok okozzák, és emiatt ezek gyógyíthatóak antibiotikumokkal. A másik 4 viszont vírus, hepatitis B, herpes, HIV vírus, humán papilloma vírus, ezek nem gyógyíthatóak. Ha egyszer belekerülnek az ember szervezetébe, akkor már egész életének a végéig ezek ott nem viszhető ki a szervezetből, és hát rövidebb, hosszabb lapangási idő után súlyos betegségeket okozhatnak, halálos kimenetelő betegségeket is. Tehát ezek a betegségek évekig, évtizedekig szimptomák nélkül lapanganak az emberek szervezetében, és úgy okoznak aztán betegségeket. Ez alatt az idő alatt persze másokat is megfertőznek az emberek. Felmerül egy kérdés, hogy megéri-e ez? Megéri-e a kockázatot? Hogy látjuk, ilyen gyakran fordulnak elő ezek a nemi úton terjedő fertőzések. Láttuk azt, hogy milyen módon lehet ezektől távol tartani magunkat. Tehát vagy úgy, hogy egyáltalán nem életek, vagy egy hosszú távú monogám kapcsolatban vagyunk, amely során tudjuk, hogy a partnerünk nem fertőzött. Tehát, hogyha nem így akarunk fizikai, szexuális élvezetben részesülni, akkor nagyon nagy esély van arra, hogy megfertőződünk egy ilyen nemi úton terjedő betegséggel. A kérdés az, hogy megéri-e ez a kockázat, vagy inkább egy nyugodt életet élhetünk, ahol mi magunk is egészségesek maradhatunk, egészséges gyermekeink születhetnek, és nem kell a betegségekkel és másfajta bonyodalmakkal foglalkozunk életünk során. A másik terület, másik problémakör, a nem kívánt terhességnek a problémaköre. A nem kívánt terhesség tulajdonképpen azt jelenti, nem egy bonyolult dolog, de van erre mégis egy definíció, amit szeretnék elmondani, hogy amikor
Az anyuka nem szerette volna, hogy gyereke szülessen, ugye ez nem kíván terhesség. Na most ez előfordulhat olyan esetben is, amikor már van gyermeke az anyukának, de nem szeretne újabbat, de mégis születik neki egy újabb gyermeke, vagy azt is jelentheti, hogy még nem most szerette volna, hanem majd később. Tehát ezek tartoznak a nem kívánt terhesség esetei közé. Erre vonatkozik ez a statisztika is. Tehát 2008-ban 208 millió terhesség volt a becslések szerint a világon, és ebből majdnem a fele, hát 41% az nem kívánt terhesség volt, 86 millió. Ez is egy óriási szám. Ebből 41 millió abortusszal ért véget, tehát a 86 millióból 41 millió, annak majdnem a fele, és 13%, 1 millió pedig vetéléssel ért véget. Tehát 34 millió gyermek született meg, tehát látható, hogy a nem kívánt terhességek közül nagyon nagy arányban fordul elő az abortusz és a vetélés. Tehát ez is egy súlyos problémát okoz. További statisztikai adatok szerepelnek még itt. Például az, hogy ez is kiemelten érinti a fiatal korosztályt, 15-19 éves fiatalok körében 16 millió nem kívánt terhesség következik be évente a világon, és 15 évesnél fiatalabb lányok esetében pedig 1 millió következik be a világon. Van még itt néhány statisztikai adat, de ezeket most átugorjuk. Már ez eddigiek is szemléltetik, hogy ez is milyen gyakran fordul elő a világon. És hát milyen lehetőségek állnak ilyen esetben az ember előtt? Hogyha nem kívánt terhesség következett be az anya és az apa előtt, milyen lehetőségek állnak? Vállalják a gyermek felnevelését. Ez egy elég kézenfekvő megoldás. A másik örökbeadás, tehát örökbe adják a gyermeket. A harmadik pedig az abortusz. Ez a három lehetőség, amit választhatnak. Tehát egyik sem a boldogságnak a ne továbbja. Tehát a gyermek felnevelésének a vállalása is nagyon sokszor komoly nehézségeket okoz ezeknek a fiatal szülőknek. Ugye általában még iskolába járnak, és ott kell hagyniuk az iskolát, nagyon sok bonyodalom alakult így az életükbe. Akkor az örökbeadás is egy bonyolult dolog, hiszen megfigyelhető, hogy akik örökbeadják a gyermeküket, nagyon sokszor életük hátralévő részét úgy élik le, hogy folyamatosan csak arra gondolnak, hogy mi történhet most a gyermekükkel. És az abortusz a legsúlyosabb opció, a legerőszakosabb választás, ami megoldhatja ezt a problémát egy szinten, az is nagyon komoly problémákat okoz. Nem csak a szülők számára, hanem hát legfőképpen a gyermek számára, de az egész társadalomban. Ugye ezzel kapcsolatban is megemlíthetjük, hogy néhány statisztikai adatot, 40-50 millió abortusz történik a világon évente. Ez azt jelenti, hogy 125 ezer naponta. Magyarországon közel évente 350 ezer. Az utóbbi években ez sajnálatos módon növekvő tendenciát mutat. És itt is egy ilyen pszichológiai probléma figyelhető meg az abortuszon átesett nők esetében, hogy bűntudat jelenik meg náluk. Éppen ezért aztán sokkal gyakrabban fordul elő az abortuszon átesett nők esetében a depresszió és az öngyilkosság aránya is 6-7-szer nagyobb, mint a gyermeküket megszülő nők esetében. Egy kis videót szeretnék itt bemutatni az abortusszal kapcsolatban, ami nagyon sok kérdést vet fel, de egy gondolattal fogom itt kiegészíteni. Nevem Claire Cowell, és abortusz túlélő vagyok. Ennek nagyon sok hatása volt rám csecsemőkoromban. Amikor szülőanyám éhében voltam, még ikrek voltunk. De ma is ikerpár vagyok, csak az ikertestvérem nincs itt.
Azért vagyok itt, hogy hangja és arca legyek a meg nem születetteknek, ami Isten kegyelméből van. Az ő dicsőségére mondom ezt el. 20 éves koromban eldöntöttem, hogy megejtem azt a bizonyos hívást a gyámhivatalba, és megkezdem a keresést, hogy remélhetőleg találkozhassam szülőanyámmal. Egy hónappal később kaptam tőle egy telefonhívást, és meglátogattam. Volt számára egy üdvözlőkártyám, és arra kártyára azt írtam, hogy köszönöm, hogy az életet választotta számomra. Ez a legnagyobb ajándék, amit valaha kaptam. Amint kinyitotta a kártyát, amik addig örömkönnyek voltak, nagyon szomorú könnyekké váltak. Megragadta a kezemet, és elvonszolt egy hátulsó szobába, ahol elkezdte elmesélni nekem az életét. Elmondta, hogy egy olyan családban nőtt fel, ahol a szülei elváltak, és ő édesanyjával élt, aki több műszakban dolgozott. Így ő nagyon is felnőttes döntésekre kényszerült. Ahogyan odakint kereste a szeretetet, beteljesedést, ahogy sokan tesszük, 13 évesen terhesen találta magát. Édesanyja azt mondta, egyetlen megoldás van. Aznap beszálltak a kocsiba, elmentek egy abortusz klinikára, ahol sebészeti beavatkozáson esett át az 5. hónapban. Aznap az abortusza után hazament az úgy vélem 8. osztályos életéhez, és egy olyan 4 héttel később testnevelés órán a barátja megkérdezte tőle, hogy volt-e újra az orvosnál, mert úgy tűnik, nincs minden rendben. Azt mondta, vissza kellene mennie, hogy leellenőrizze, van-e valami más probléma. Így elvitette magát anyjával ugyanahoz az orvoshoz, akitől élete legsokkolóbb szavait hallotta. Még mindig terhes vagy. Az abortuszod sikeres volt, de még mindig terhes vagy. Ikrekkel voltál terhes. Az egyiket elvettük, de a másik túlélte. Elmondták neki, hogy a magzatburok, ami a babát a magzatvízben tartja és eljuttatja a táplálékot hozzá, az megrepett. Így világra segítették szülőanyám kislányát, és ez vagyok én. 1 kilóval születtem, és csípőficamom és donkalában volt. 2,5 hónapig a kórházban kellett lennem, hogy az életfunkcióimat támogassák. Amikor kikerültem, a lábaim be voltam gipszelve, hogy kiegyenesedjenek, és egy hám volt a csípőimen, hogy remélhetőleg helyre tegye a csípőimet. Az évek alatt számos testszabályozáson estem át, hogy visszaalakítsák a testemet. Annak ellenére, hogy ez egy horror történetnek hangzik, és sokan kérdezték, nem vagyok-e dühös. Azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem. Szülőanyám talán a legnagyobb hősöm. Nem volt kötelező elmondania nekem mindezt, de bátorságán és erején, önzetlenségén keresztül emberi életek változtak meg.
people's lives are being changed. Eddig tartott ez a kis filmbejátszás. Az abortusz tehát egy teljes mértékben elfogadhatatlan megoldás ezekre a problémákra. A maradék két lehetőség is nagyon, nagyon komoly bonyodalmakat okoz az életünkben, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk. És ez mind abból adódik, amit megfogalmazott a CDC, egészségügyi szervezet, illetve ami nagyon hasonlít ahhoz, amit a Lévikus Szentírások megfogalmaznak, tehát hogy nemi életet, házasságon belül gyermeknemzés céljára ajánlanak csak. Előadáson végén szeretnék néhány szót szólni arról, hogy hogyan érhetjük el a tisztaságot. Ugye nagyon komoly problémák adódnak a szennyezettségből, ahogy ezt ebből a pár példából láttuk. Tehát érdemes azzal foglalkoznunk, hogy hogyan érhetjük el a tisztaságot. A védikus szentírások tanításai szerint a tisztaság az a tulajdonság, amikor valódi azonosságunkkal összhangban cselekszünk. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, tehát ismerjük a valódi önazonosságunkat, és ennek megfelelő tetteket hajtunk végre. Mi ez a valódi önazonosság? A szentírások azt mondják, hogy nem ez a test vagyunk, hanem lélek. Ebben az átmenetileg létező anyagi testben él az örök lélek, és abban a tévhitben él, hogy ő ez az anyagi test, és meg fog halni. De valójában a lélek örökké létezik, és nem azonos a testtel. Ennek tudatában kellene cselekednie, és akkor lenne tiszta. Ennek megfelelően a szennyezettség pont ennek az ellentéte, amikor ugye a valóságtól eltérő elképzelésünk van az önazonosságunkról, a testtel azonosítjuk magunkat, azt gondoljuk, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha a testnek az érzékszerveit tesszük elégedetté. És így cselekszünk tehát. Ugye, amikor a lélekként azonosítjuk magunkat, akkor pedig a lelket, a lélek igényeit kell szem előtt tartanunk. Tehát meg kell ismernünk a tisztaság eléréséhez az önazonosságunkat, valódi önazonosságunkat, azt, hogy lelkek vagyunk, kik vagyunk valójában, és utána emellett el kell kezdenünk a gyakorlatban ezzel összhangban lévő tetteket is végezni. Ez azt jelenti, hogy el kell kezdenünk használnunk a szabad akaratunkat. Amikor ebben a valóságtól eltérő elképzelésben éljük az életünket, akkor nagyon sok olyan szokást alakítunk ki, ami tovább erősíti a testtel való azonosítás, és nem teszi lehetővé számunkra azt, hogy a szabad akaratunkat használjuk. Nagyon nehéz ezeket a berögző szokásokat felszámolnunk, hogyha el akarunk indulni ezen az úton, és ebben segítenek bennünket az anyagi természetnek a kötőerői. A tudatlanság, a szenvedély és a jóság. A védikus írások azt mondják, hogy az anyagi világ, az anyag három alapvető építő elemből áll, vagy három szálból szövődik az anyagi világ, és ez a tudatlanság, a szenvedély és a jóságnak a kötőereje. Ezek mindent átkapnak, így jelen vannak az embernek a természetében is. Lehet, megállapodhatjuk magunkról, hogy milyen kötőerők hatása alatt vagyunk. A tudatlanság, a szenvedély, vagy a jóság hatása alatt vagyunk. Ezek a kötőerők mindig keverednek, valamelyik persze túlsúlyba kerülhet. Hoppá! Még egy perc türelmet kérek. Ez a táblázat felsorol néhány tulajdonságot azzal kapcsolatban, hogy aki a jóság kötőerejében van, arra mi jellemző a szenvedély kötőerejében élő emberre, és mi jellemző a tudatlanság kötőerejében élő emberre. Ezeken most nem megyünk végig, természetesen, de az hosszú időt lenne igény, de a lényeg, hogy ilyen szokásokat kellene felvenni, ezeket gyakorolnunk kell, és akkor szépen fokozatosan a természetnek az alacsonyabb kötőerőiből, a tudatlanság és a szenvedély kötőerőiből felemelkedhetünk a jóság kötőerőibe,
amit a Szentírások a tisztaság kötőerejének neveznek. Tehát így érhetjük el a tisztaságot. Előadásom összegzéseként egy mondat áll itt, hogy a tisztaság tehát egy kis erőfeszítést, egy kis odafigyelést igényel, de nagyon komoly problémáktól és bajoktól óvhatjuk meg magunkat általa, és önmagunk megismerésének is az alapjait jelenti. Köszönöm szépen a figyelmet!